Már találkoztunk olyannal, hogy egy szívünkhöz közel álló videójátékot addig nyújtanak, húznak, nyúznak, míg végül már mi, egyszerű felhasználók, kis emberek azt sem szívesen vállaljuk fel, hogy az első részre annó hogyan néztünk. Az már viszonylag ritkább, hogy egy számunkra kevésbé érdekes játékra az évek múltán módszeresen rácsavarodunk, az meg még ennél is ritkább, hogy egy minket teljes mértékben hidegen hagyó franchise módszeresen meg tud győzni az értékeiről. Olyan ritka az ilyesmi, hogy a Halón kívül ilyennel nem is nagyon találkoztam még. Mert a Halo sorozat minden gyengesége ellenére felértékelődik, minél több FPS fordul meg az ember keze között. A Halo Reach-nél már éreztem, hogy csak piszkál valami belülről a sorozat felé, a Guardians-re viszont kifejezetten várakozás lett úrrá rajtam. Vajon kit és miért árul el Master Chief? Egyáltalán megtörténik-e az árulás? Pont Master Chief? A jó ügy, az emberiség és a hadsereg egyszemélyes arcvonala, diadalmenete, aki láttan a Covenant horda joggal érzi úgy magát, mint az egyszeri hangya, aki felé lendül az emberiség mérhetetlen kalapácsa. Ő Master Chief, akinek nincs párja, és nincs ellensége földön, vízen, levegőben, sőt még a világűrben is képes komplett Covenant flottákkal megütközni, hogy ne maradjon belőlük más, mint leltári feljegyzés a néma hangárok magányos csendjében. Ő Master Chief, aki kispadra ültette az emberiség derék katonáinak apraját, nagyját, hogy a világ megvédése többé ne a hadsereg dolga legyen, hanem egy intergalaktikus one-man show. És ez az ember most úgy tűnik elárulta a hazáját, népét, az ügyet. De kiért? Ki rendelkezik így hatalommal? És hogyan a képbe Cortana? A másik Spartan harcos, Locke. Tényleg képes lesz szembeszállni Master Chief-fel? Kik az őrzők? Sok kérdésre tartogat meglepő választ a Halo 5 Guardians. Comcheck. Comm's working fine, Locke. Copy that, Tanaka. Spartan Buck online and ready. Spartan Vale online. Weapons free. Contact. A játék történetéről fogok a legkevesebbet beszélni, mert érzésem szerint ez továbbra is a Halo leggyengébb oldala. Bár hozzátenném, hogy most kivételesen igyekeztek magukhoz képest szintet lépni a srácok, ami nyilván részben annak is betudható, hogy a 343 Industries még bőségesen nem érte el elődjének, a Bungie-nak a szintjét, legalábbis a nemzetközi sajtó szemében. Ugyanis a Halo 4 volt az egyetlen teljes értékű alcím nélküli számozott epizód, ami kiesett a 90-es tartományból, ilyen értelemben pedig hozzájuk kötődik a leggyengébb Halo játék a sorozatban, ami még így is szebb, mint amilyen teljesítményre néhány FPS akár még mostanában is képes. Ez volt aztán a mondat, gyerekek, figyeltetek? A 343-nek emellett ki kellett köszörülni azt a csorbát, amit a Halo The Master Chief Collection idején sikerült elkövetniük közel egy évvel ezelőtt. Nevezetesen, hogy a multiplayer matchmaking olyan döcögősre sikerült, hogy más játékokat már önmagában ezért eleve nem felzabálnak a kritikusok, ráadásul közel fél évig nem is javult a helyzet. A Microsoft azonban hitelt szavazott a csapatnak, és hagyták őket dolgozni a Halo 5 Guardians-en. Azért nem lettem volna a srácok helyében. Semmi más dolguk nincs, mint Halo-val foglalkozni, és amikor ilyen gondok felmerülnek, hova bújnak? Mivel takaróznak? Hogy éppen bedolgoztak a Gears of War-ba? Jó kifogás, azok nem ti vagytok barátaim. Kicsit ugyanaz a helyzet, mint amikor No Life-er iskolás hülye gyerekként otthon kockul az ember, és meg kell magyarázni az ősöknek, hogy miért nem készül a házi feladat. Na, az ilyen helyzetek élénkítik az ember fantáziáját. Gondolom senki számára nem lesz meglepő ezek után, hogy a Halo 5 Guardians-t erős fenntartásokkal vártam, de azt kell mondjam, a 343 srácok most tényleg kitettek magukért. A játék 1080p 60 FPS-ben fut, és ahogyan az első teljes értékű Next Gen Halo-tól elvárható, nagyon szép a végeredmény, annak ellenére, hogy a játék legtöbb látványeleme a Skyboxra van animálva, amit más helyeken legfeljebb csak komótos lassúsággal vonuló bárányfelhőknek tartanak fenn. Itt viszont roppant űrcsaták, végtelen sci-fi díszletek és leírhatatlan epikusság fogja közre a front eseményeit. A játékban felváltva fogjuk irányítani Master Chief-et és Locke-ot, amit nem teljesen értettem, simán belefért volna a koncepcióba két különálló single player mód. Ez azonban nem lesz feltűnő, mivel a játék tényleg őrületes tempóban szágult, kifejezetten szép, változatos környezetben és az elmaradhatatlan ugrálós részekkel megtámogatva. A Halo 5 Guardians látványvilága részletesebb és
anyagibb ízű, mint bármikor korábban. Mégis megmaradt a sorozatra jellemző vásár jellege, bár ez is érdekes, mert mintha a rikító színekből is visszavettek volna. Már nem úgy érzem magam, mint egy bolygóközi diszkópatkány kezében egy mikor milyen színű világító rúddal. A Guardian színvilága ettől függetlenül továbbra is harsányabb, mint más FPS-eké, de mégis kevésbé tolakodó, sokkal homogénebb, mint korábban. Ha már itt tartunk, most először figyeltem meg, hogy a pályák kialakítása mellett azok úgymond művészi oldala is kifejezetten hangsúlyos lett. Vagy az is lehet, hogy mostanra sikerült elfogadnom a Halo dizájnt, de nem emlékszem rá, hogy a korábbi részekben is ilyen körültekintőek lettek volna a pálya dizájnnál. Jól lehet, ehhez nem szégyeltek gátlástalanul ihletet meríteni innen-onnan, mert például van egy fejezet, ami gyanúsan hasonlít a Star Warsból a Kaminóra. A játékmenet egyébként hasonló módon is erős, mégis más. A gameplayt ugye nem szükséges részletezni, ugyanaz a mész és lősz recept. Lehet nálunk egy elsődleges és másodlagos fegyver, gránátok és persze a pajzs, ami ha elfogy, az életünk kezd apadni. Mindkettő töltődik, ha egy időre visszahúzódunk a golyózáporból, kicsit meditálunk és már minden rendben. A segítségül hívjuk az akaratot, a szervezet gyógyító erői megsokszorozódnak. Megmaradt a platformról, platformra ugrálás képessége is, viszont spártányaink már megtanulták használni a bal kezüket, így a peremeken már fel tudnak kapaszkodni, illetve lendületből vállal neki tudunk rontani az ellenfélnek, hogy például hidakról vagy más hasonlóan látványos helyekről állítsuk őket orbitális pályára. Emellett gyűjtögethetünk audio feljegyzéseket, beállíthatunk mindenféle koponyás nehezítéseket a single playerbe, illetve behívhatunk co-op partnereket is. Érdekesség, hogy megjelentek olyan ellenfelek, akik a testük csak bizonyos pontjain sebezhetőek. Ez nem újdonság, láttunk ilyet korábban más játékokban, ám mégis néhány összecsapást kifejezetten feldob, amikor tudatosan kell támadnunk, sőt kifejezetten taktikáznunk, és nem csak úgy nagyjából eltalálni azt, akit elénk pakol a játék. Vannak végre csapattársaink is, akiknek parancsokat osztogathatunk, hogy mikor és kit támadjanak. A hagyományosan legjobb esetben is csak elmegy szintű kóbai, viszont üdítően intelligens. Igyekszik kikerülni az ellenfelet, segítik egymást, nem csak egy héj, amit azért tologat a rendszer, mert éppen nem hívtunk be egy ismerőst sem a játékunkba. Megkapjuk a Covenant fajt, mármint az Arbiter képében, és a Promethean digitális ellenállást is, valamint egy ennél sokkal fenyegetőbb veszélyt is, az őrzőket. Meglepő, hogy a Halo 5 Guardians milyen jól ismert játék, az újításai ellenére is a tökéletesen reflexszerű mozdulatokra épít, mint amikor évekig nem biciklizünk, de amikor újra előkerül a bringa, rájövünk, hogy ezt nem lehet elfelejteni. A Halo maradt, ami volt. Minimális interakció a pályán, nulla fejtörők, minden ami epikus és hozzáad a hangulathoz a távoli jégbolton történik, és... itt jön be a képbe egy érdekes adalék, a Halo 5 Guardians ugyanis ennek ellenére egy meglepően jó játék. Nem csak Halo mércével mérve, de talán az idei év egyik legnagyobb meglepetése is egyben. A Halo 4 is már feszegette a témáját annak, hogy a galaxisra a legnagyobb veszélyt az emberiség jelenti. A Halo 5 ebben a témában tesz egy további lépést, és bár ezek a gondolatok mindenféle frissességet mellőznek, és már ezerszer hallottuk filmekből, játékokból, könyvekből, stb., mégis kellően epikusan tálalja azt a Guardians ahhoz, hogy ha nem is újszerűen hasson, de kellően lekössön minket a puskaropogásra épülő játék végéig. Ehhez persze hozzájárul az őrületes monumentalitású zene is, aki teheti, jó minőségű fülessel hallgassa, és garantálom, hogy olyan körítést fog kapni a harcaihoz, hogy szabályosan meg fog őrülni. Tulajdonképpen egyetlen dolog van, ami kifejezetten bántott a Guardians-ban, Ben, az pedig a fapados párbeszédek. Bár a dialógusok sosem voltak túlfogalmazva, de továbbra sem tudom elhinni, hogy ezek az emberek léteznek, hogy van karakterük, hogy komolyabb körültekintéssel alkották volna meg őket, mint a botot, amit eldobsz a kutyának, hogy visszahozza. Félre ne értsetek, amikor leültem a Halo elé, tökéletesen tisztában voltam vele, mire vállalkozom, de elég furcsa szembesülni az Xbox platform zászlós hajójánál B-vonalszagú dialógusokkal. Every target is just another target, Buck. És persze az elmaradhatatlan multiplayer. Ezt a vonalat továbbra is betonbiztosan képviseli a Guardians, és bár az alapokat még a Bungie rakta le, a 343 látszólag elég magabiztosan viszi azokat tovább. A tesztidőszakban sajnos nem voltak túl sokan online, érthető módon, így nem tudom milyen gyors a matchmaking, de érzésre rendben van. Továbbra is megmaradtak a vércskinezési lehetőségek, a fegyverek dekorálása, az embléma készítés, meg mindenféle ilyesmi a Spartan Hubon. Újdonság, hogy a Forcához hasonlóan már itt is oldhatunk ki kártyákat.
ami ha bár onnan lehet ismerős, de nekem mégis több rokonvonást mutatott a Plants vs. Zombies-zal, főleg ezekkel a Sword csillagokkal, meg csillámokkal. Egyelőre csak két mód volt kipróbálható, az Arena és a Warzone, és ezek teszik is a dolgukat, bár hozzátenném, hogy meglátásom szerint a multiplayer leginkább csak vizualitásában változott, de nyilván hozzátesz egy keveset az is, hogy fel tudunk már kapaszkodni a peremeken. Ami egy kicsit zavart, hogy az újfajta HUD szerintem a szükségesnél többet foglal el a látótérből. Az, hogy a kijelző hülyére van csicsázva, a single playernél még nem gond, mert legfeljebb a checkpointtól újra kezdjük. De multiplayernél emberek ellen már rizikósabb a dolog. Mondjuk nyilván ez a kereszt a másik fél vállát is nyomja, de ilyen erővel mi lenne, ha egyikünknél sem lenne, nem? De gondolom ezen is látszik, hogy a multiplayerrel amúgy semmi gond nincs. Kíváncsian várom a többi játékmódot a hivatalos rajt után. A Halo 5 Guardians tipikus Halo játék, és mégis jobb annál. Nem újít igazán a bevett formulákon, de mégis változott annyit, hogy friss élménynek hat. Óvaintenék mindenkit, hogy túlzott elvárásokkal üljön le a Guardians elé, mert én kicsit szkeptikus voltam, és simán elképzelhető, hogy ennek a kétkedő hozzáállásnak tudható be nagyrészt a kiváltott hatás. Ha tehát te is Halo szkeptikus vagy, de úgy-amúgy nyitott sok mindenre, akkor érdekes utazás lehet a Halo 5 Guardians. Mondjuk azt azért hozzátenném, hogy ez az első Halo, amihez szerintem nem árt nagyjából tisztában lenni a játék előzményeivel. A többinél ez nem volt különösebben szükséges, de minimum a Halo 4 anyag ismerete erősen ajánlott a Guardians előtt. Különben lövésünk nem lesz arról, ki a Didact, az Arbiter, a Mental of Responsibility, illetve magyarul, kik voltak az előfutárok, a prekurzorok, vagy hogy miért hívják az emberiséget örökösöknek. Bevallom, az első két próbálkozás alapján nem hittem volna, de azt kell mondjam, hogy 2015-re a 343 Industries Halo terén beérte a Bungie-t. Szép volt, srácok. Sziasztok! Hú, srácok! Egyre többen vagyunk Patreonon, de még mindig várjuk azokat, akik segíteni kívánják a munkánkat. Ismételten nem győzök elég hálás lenni nektek, de ezt most rövidre is zárom. Lássuk a kérdéseket, amikből egyébként nem volt sok. Meglepő. Első. A Covenantek háttere a Guardiansben is el van hanyagolva, mint az eddigi részekben? Teljesen. Az újkori Halo sorozat már egyáltalán nem a Covenantekről szól, a Guardians meg még annyira sem. Milyen úton van, volt eddig a Halo franchise ahhoz, hogy egy szinte kötelező jellegű, amolyan Call of Duty-szerű tömegszériává váljon? Egyértelmű, hogy a Microsoft komoly sorozatként tekint a Halo-ra, de ez sosem lesz Call of Duty léptékű. Bár minden évben kapunk valamilyen Halo címet, és működik e-sport játékként, ahogyan a Call of Duty is, szignifikáns különbség van a két tábor között, már csak azért is, mivel a Halo Xbox exkluzív. Szerintetek a Halo sorozat fogja tudni hosszú távon tartani azt az utat, ahol halad? Gagyi történet, unalmas játékmenet. És sosem voltam kibékülve a Halo történetével, de látszik, hogy a készítők igyekeznek. A játékmenet pedig szintén fejlődik, bár 10 körömmel ragaszkodnak a Halo alapokhoz. Szerintem kifejezetten jó irányba halad a Halo, kíváncsi leszek a rajongók, hogyan fogják ezt fogadni. Ennyi lett volna mára, zárjuk is a Q&A szekciót, hamarosan jövünk újabb tartalommal. Ja, egyébként, észrevettétek, hogy az elmúlt hetekben minden nap frissültünk? Csak mondom. Sziasztok!